Én a százos nem bánom. Jön a tavasz, más keresünk a nyáron. Én a százos nem bánom. Ketten vagyunk, kikeressük a nyáron. Idén januárban állt össze úgy ez a baráti társaság, hogy nem csak ilyen esti összejöveteleken, bulikba énekeljünk, nótázgassunk, hanem csináljunk ebből egy szervezett formát, és akár meg is mutatni különböző helyeken, hogy mi mit tudunk. Tehát januárban összeálltunk, elkezdtünk tanulgatni énekeket. Először a Cinege Madár népdal énekesi versenyen szerepeltünk áprilisban Szekszárdon. Ott egy gyimesi nóta dalcsokorral, de nyilván azóta, meg előtte is tudtunk azért másokat is, ugye nekünk nagyon fontos a bukovinai gyökerek miatt a bukovinai énekek. A bukovinai fesztiválon például egy bukovinai népdalcsokorral léptünk föl, de azóta tanultunk már székelyföldi énekeket, tanultunk egy katonás blokkot, most éppen készülünk a Hidasi Pálinka versenyre, külön oda megtanulunk egy felcsiki népdalokból álló olyan csokrot, amiben pálinkáról, borról, de mindenképp az ivásról van szó, gondoltuk, hogy az pont odavaló lesz, és most éppen arra készülünk. Tehát a Cinege Madár népdal énekesi versenyen mérettük meg először magunkat, elődöntőbe aranyminősítést, döntőbe kiemelt aranyminősítést, ezért meghívottak voltunk a Születi Fesztivál gála műsorára. Nagyon szerettek én Székelyföldön keresgélni, kutakodni, tanulgatni, és azokat megtanítani, azokat használni, és bemutatni, előadni minél több helyen, ahova hívnak természetesen. Népdalaink tele vannak, ugye szinte kódolva vannak benne az érzelmek, az életnek a nehézségei, az életnek az örömei, az élet gyötremei. Tehát minden népdal, bár elsőre nem mindegyik úgy tűnik, de mindegyik népdalnak van nagyon mély mondani valója, de ezt nyilván csak akkor érezzük, vagy akkor tudjuk ki belőle, hogyha belemélyülünk, belemerülünk ebbe a dalba, belefeledkezünk, és akkor az emberbe átjön az érzés, amiről énekel. Nem akarom szembe dicsérni a csapatot, de nagyon jó haladunk a tanulásra. Tehát, hogyha komolyan beleállunk egy akár idegen népdalcsokorba is, néhány alkalom után már megvan a magja, nyilván a szöveghez az idő kell, de úgy a dallam az nagyon, úgy látom, nagyon könnyen jön nekünk, tehát a csapatnak, és így viszonylag jól haladunk. Minden évben van ugye néhány olyan alkalom, amit szeretünk megünnepelni, vagy megemlékezni, attól függ, hogy milyen jellegű, és akkor arra mindig évről évre fogunk tanulni, úgyhogy reményeim szerint néhány év múlva már nem is tudom hány dalcsokor lesz a tarsolunkban. A fellépéseink is mindig arról szólnak, hogy kiállunk oda és énekelünk, bár például a népdal énekesi versenyeken népi hangszert szabadna használni, de nem igazán akarjuk, úgy akarunk kiállni, hogy énekelni, csak a hangunkkal. Kárpátokban megfújják a trombétát, minden anya az a várja a fiát, csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám, csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám. Dobokosékkal találkoztunk már, én már régóta éneklek a Kisdorogi Székelykörbe, ott kezdődött ez az egész történet, és akkor egy alkalommal ők ott voltak a baráti társaságukkal, a szegény Isten nyugtassa a Bíró Zoli barátunkkal, és ezt megelőzően, mielőtt itt létrejött ez a dalárda, hát ami motiválta, hogy megalakuljon, egy kicsit úgy érzem, hogy nekem is van részem, mert Domokost én biztattam, hogy amikor itt voltak tavaly a Csíkszentkirályiak, és így advent idején előadták a csobányolásukat, ami ott abban a környékben szokás, ugye?
akkor fogalmazódott meg bennünk is, és hát őt is biztattam, hogy akkor kellene itt is egy férfi csapat legyen. A hiányát éreztük mindannyian, hogy meg egy-egy ilyen ünnepi alkalomkor meg tudjunk mi is nyilvánulni, és megmutassuk, hogy azért mi sem vagyunk olyan ügyetlenek, hogy nem szabad úgy kiállni a közönség elé, hogy például az ének szövegét nem tudjuk. Ha a dallamokban egy kicsit el is csúszkálunk, mert mi arra képesek vagyunk, főleg én, tehát hogyha azt szokták mondani, az én feleségem mondja, hogy egyedül kínál énekelni, mert abból semmi jó nem lesz. Na, szóval így állunk, és hát ez motivált, azt hiszem, és hát én örülök nagyon, egy-egy ilyen baráti társaság összejött. A Zoli, mikor még élt, akkor ugye mi ezt megelőzően meghívásra, többször a Domi meghívott, akkor még élt az unokabátyám, és ő vele is sokat összejöttünk, ő velünk énekelt Kisdorogon, és hát ő neki különösen jó hangja volt, jó füle is volt, és hát nagyon szép nótákat, magyar nótát is nagyon szerette ő, és azokból őrzünk néhányat. Én magam is igyekeztem megtanulni tőle néhányat. Úgyhogy itt tartunk, és hát reméljük, hogy még van egy kicsi időnk, vissza tudjuk folytatni ezt, amit elkezdtünk. Pap Domi bácsi megszólított, és úgy kerültem ide a dalárdás fiúk közé tagnak. Nagyon jó a társaság, itt is azért megvan a több generáció, és igazából mindig is csapat építő ember próbáltam lenni, társaságot kerestem, és amióta nincsen sport, azóta próbálom más vizeken ezt megtalálni. Egyértelmű, hogy az egésznek megvan a szépsége, és főleg a mai világban, amikor úgymond ez a szeretet hiányos, internetfüggő világ van, és kevesebb az emberi kontaktus, az emberi kapcsolatok ápolása. Szerintem ez pont egy nagyon jó példa erre, hogy egy kicsit visszahozzuk ezt a régi hagyományt. Mindjárt rám kerül a sor, iszom a bors, ölelem a babámot, úgysem érem keresztül a világot.